Sziasztok! Ma feljutottam a tördéstó távol Dividend Conquer végigjátszásomat Imladrisszal, és itt maradt abba, ugye, hogy jó pár területet sikerült elfoglaljak, és jó pár sereget sikerült legyőzzek, ellenséges csapatokat, plusz egyre több és több csapatot kezdek el leképezni, hogy folyamatosan tudjam támadni az ellenségeket. Ezzel a sereggel irány erre. Szerintem a törpök hamarosan megtámadnak. Na de azt hiszem, hogy jöhet egy körváltás, és lássuk, hogy ki mit lép. Ready, elves? The enemy is at our gates, to the defenses. Oké, megint megtámadták Dol Guldurt, az valójában nem gond, és a törpök támadnak. We must defend these lands. Oké, elveszítem Rockburgot sajnos. Ja, kizár dolog, hogy legyőznénk őket. Nagyon rég veszítettem területet. Kissé furcsa. irány erre. Put them down. Keep them off Rendben, támadjuk meg ezt is. Ezt is. Oké, itt egy kicsit azért sokan vannak. Rendben, törpöket kell hátba támadni. Ezzel a csapattal irány erre. Ki erre? Ez a csapat irány ide. Elven warriors, swiftly. Yes, my lord. El kéne foglaljam ezt itt. Yes, my lord. Onward, Elven warriors. We can't get there. There's the target. Take them out. We've defeated their wretched armies. Elven warriors. Ah, fenébe. For the light. Ott azért vannak. Elves. Onward. This is the way. És nem még támadják ezt a helyet, mi a fene? For the light. There's the target. Put them down. I'll rip off your head and spit down your neck, my lord. Yes, my lord. Elves, come on. Yes, my lord. Elves, my lord. Onward. Yes, my lord. Onward. Come on. Okay. Az itt lévőket kéne legyőzni. Oh wow, jó egységeik vannak. Iron Fist Hammerers, Sons of the Fallen, Dragon Slayers. Hűha. I will defend my people. Yes, I'd welcome a trial by arms to end this feud. Kicsit még kell várjak, még át tudom képezni őket. Irány erre. Elves, we must give Elven warriors. There they are. Nekem kell Erui, el kéne foglalni Karazgaladont. Itt is van két sereg. Következő körben elkészülnek az egységek a rohan területén.
Na jó, kezdjük. Come, my brothers. Take it for the elves. Irányítsa az AI az erősítést. Ja. Annyi az egész, hogyha nem az AI irányítaná, hanem én, mármint akkor meg kéne várjam, még én a seregemből ugye elveszítek egy teljes egységet, és csak utána kapnák erősítést. Az pedig úgy nem a legjobb. Ja, az egyik egység nincs átképezve. Oké, szerintem ez nagy csata lesz amúgy. Fogalmam nincs, hogy miért, de az AI mindig az erősítést támadja le. Hogy miért, nem tudom, de mindig ezt csinálja. Oké, hát a Dale királyság az nem valami erős. A battle is very much in our favor. Victory will be ours. Ugye ez a Dale lovas egység inkább csak gyengébb előcsatározók ellen jók. Van Iron Guard, hűha. Oké, az ellenséges hadvezér belehalt a lovas rohamba. Ám bár az egységek nem nagyon fogják feladni a harcot. Only half the enemy force remains.
Aki az ilyen gyengébb egységek, azok feladják. Őket még meg lehet törni. Itt van a Dragon Slayer, az a Vered Mitrin. Azt hiszem, hogy fejlesztett páncéljuk van, ember. Nem biztos. Nem mintha sokat számítana, mert lenyilazni szinte lehetetlen őket. Meghalt még egy ellenséges hadvezér. Lassan, de elhullanak. Enemy force remains. Okay, nagyjából már csak az ilyen elitebb egységek vannak. És hát nem nagyon akarják feladni. Tidings. The enemy general lies dead. Ellenséges hadvezér meghalt, és hát nagyjából mindegyik meghalt, ha minden igaz. Mi lenne, ha nem lőnétek ide? Fenébe. Lelövik a sajátjaimat. Oké, bár kb. Ennyi volt. Már csak ez a néhány elitebb egység maradt és kész. Forward.
enemy army. This is a clear victory. Okay, meglepődtem azon, hogy mennyire egyszerű volt legyőzni őket. Annyi az egész, valahogy nekem mindig, annak ellenére, hogy az AI-nak jó egységé vannak, annak ellenére mégis könnyűnek tűnik legyőzni őket. De ez nem azért van, mert gyengék az egységeik, hanem azért, mert a Media War 2 az egyetlen olyan Total War, ahol az AI a legkevesebb bónusz kapja. Ezért tűnik egyszerűnek legyőzni az ellenséget. Media War 2, és Rome 1, Rome 2, Total War Attila, ugye Warhammer, Warhammer 2, az AI nagyon sok bónusz kap. Media War 2-ben nagyon keveset. És ez látszik is. Oké, az AI egy kicsit sok lovast elveszített. Rendben. Kikkel nem léptem, és kikkel kéne. Yes, my lord. Let us settle matters on the field of battle. There's the target. Oké, arra gondoltam, hogy nem még támadok ki, hanem folyamatosan hagyom, hogy ezek az egységek, amik itt vannak, ostrom alá vegyék Dol Guldurt, és lassan beaprítom őket. Yes, my lord. Azt hiszem, hogy jöhet egy körváltás. Ja. Oké, meg is indítják a támadást, nagyon helyes. Nagy valószínűséggel a csata után a másik sereg szintén ostrom alá veszi a várost, de, vagy várat, nem igazán számít, mert szerintem mindegyik támadást, amit intézni fognak, vissza tudom majd verni. Gondolom én. Bár ez nem 100%-os, de ez lenne a terv, úgymond, vagy az elképzelés. Ám bár nem is vagyunk annyira sokan. Jó, a lovassággal ki fogok menni. El kell intézzem a tornyosokat, és akkor leginkább nekem itt kéne védekezzek. Na, hadd jöjjenek. Az íjászok ne lőjenek. Csak hogyha az ellenség már bent van. Jaj, van itt létrás is, oké. A fenébe valamit a játék nem szeret, mert kicsit belaggol. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. The enemy are battering down the gates. Én azt akarom, hogy csak a kapuknál támadjanak. Hát amúgy nem is tudom, hogyha most nagy veszteséget szenvedek el, akkor lehet, hogy nem tudok visszaverni még egy támadást. Ide nem lehet helyezni az egységeket sajnos. Lancers,
Blast their eyes! The enemy's ram is through our gates! Oh wow! Az ellenségnek sok a lovasa. Ami valójában jó, mert a lovasságuk közelharcban nem valami erős. Oké, talán annyira nem is volt rossz ötlet kitámadni. Sikerült szétverni jó pár csapatot. Az íjászok jönnek egész ide. Innen, vagyis onnan fentről le tudnak lőni ide. Teljesen körbe kell menni, oké, úgyis jó. Bloodied. They have lost half their men. The enemy general abandons his men. Oh, ritka az, mikor egy skin changer elmenekül. De ezek szerint megtörténhet. Mármint ugye a hadvezér feladja a harcot. The enemy's general. That'll teach the cowardly dog to turn tail and run. Cast them back into the earth.
Hát itt azért még jó sokan vannak. Ám bár nem valami veszélyesek. Ja, ez jónak jó volt, de azért lett veszteségem. Ö, 173 katona, az annyira valójában nem tűnik soknak, de valójában az, mert rengeteg ellenség van még a környéken, és erősítést nem igazán tudok hozni. Ám bár rossz gobelben van néhány egység. Ja, ez talán egy kicsit sok lesz. Csatatérről vonulok vissza, és visszatérek erősítéshez, amikor két sereg lesz együtt. Ha például nem lennének tábornoki testőrök, akkor talán még meg is nyerném, meg lejátszanám a csatát, de mivel vannak tábornoki testőrök is, az úgy nem jó. Jó, vissza. Nem voltak amúgy annyira sokan, de inkább, ha nem muszáj, akkor nem veszítenék el egy teljes sereget. Inkább visszatérek két sereggel, és akkor biztosan könnyedén legyőzöm őket. Minimálisabb veszteséggel. Their walls are too strong! Fall back and await reinforcements. Conceal our movements. Mi a fene? Van egy seregük itt. Nem gondoltam volna, de oké, van egy csomó ilyen King Axes. Send them back to their underworld. Oké, van némi lovasságom. Na, hadd jöjjenek! Van ballisztájuk, de nem számít.
riders! Be quick! This is the way! Close in on them! Stand together! Be quick! Be quick! Be quick! Ready your mark! Jó lenne hátba támadni őket lovassággal. A fenébe a fejszadobigálókkal mind nézem, hogy mi a fene öli ilyen gyorsan a... az Eldar Invei jászaimat, azt a fejszadobigálók azok. Fenébe. Seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory emerge. Valójában nem is állunk jól, olyan jól. Kicsit nagy a veszteség. Oké, egy ellenséges hadvezér meghalt. Meghalt még egy, király. És meghalt még egy, wow. Oké. Egyik a másik után. Ám bár a fő hadvezér az nem halt meg.
Hát, hogy őszinte legyek, nem gondoltam volna, hogy ennyire veszteséges lesz a csata. Tidings. The enemy general lies dead. Oké, hát így a csata végére meghal a hadvezéret, valójában már nem igazán számít, de oké. Oh, wow! Majdnem 700 katonát veszítettem el. Mondjuk az ellenséges sereg az erős volt, és volt fejlesztett páncélzatuk is. De a lényeg az, hogy sikerült egy sereget legyőzni, és ha minden igaz, el tudom foglalni a várost. Ha persze nincs még vagy három sereg, akkor nem tudom. They will not... The enemy is at our gates! To the defenses! Vissza kéne lépni. Fall back! At ease! Oké, az jó volt. Elves! Swiftly! Nincs elég hely. Yes, my lord. Elven warriors, swiftly! Rendben, ezzel a sereggel irány ide. Ezt ki kell éheztessem. Irány erre. Jó, és akkor lássuk, hogy... Oh, hello. Ah, Dorvinion. Paladins of the Vintner... Vintner Court? Oké. Okay. Szerintem nem jó szándékkal jönnek. Oh, wow, itt még vannak. Ah, fenébe. Oké, erősítést kell küldjek. Onward! At ease!
For the light! Come on! Be vigilant. For the light! Onward! Form up! For the light! Elves! Come on! Jó. Támadjuk ezt. Take them out! Lay it to ruins! Utána ez. Engage! Lay it to ruins! Keep them off balance! Oké. Be gone! For the light! There they are! Ó, ez King Legolas volt. Hát, meghalt. Legolas meghalt. Our land will be safe once more. Guard this area. Ó, te jó ég, megsemmisült a frakció! Oh, wow, nem már. Ja, amúgy itt meg lehet képezni a katonákat, mert ugye ez tünde terület. Ó, te jó ég, megsemmisültek a tündék. De jó. Yes, my lord. For the light. Come on. It will be an honor defeating you. Oké, ez jó így. I respect you, my enemy. Rozgobelből irány ide. Onward! At ease! Elven warriors! Take them out! Okay, meg lett Erui. Our land will be safe once more. Enter it. Rendben. Elves! Vissza kéne foglalnom Rockburgot. For the light! Advance! Lay it to ruins! Megy az átképzés, és össze kell szedjem a csapatokat. Oké. Hát ez amúgy nagyon jó, hogy megsemmisültek. Ugye kihalt a családfa, az kész, vége. Oké, okay, Dorvinioni gyalogság, Regent's Axeguard, van Paladin. Ez faján néz ki amúgy ez az egység, mégiscsak Paladinok. Amúgy, ha nem támadom meg én őket, megtámadnak ők engem, szóval mindegy. Na hadd jöjjenek, hol vannak a paladinok? Ez lovas számszeriász. Ez nem az. Paladin. Á, itt van. Ja, ez faján néz ki. Ha jól tudom, a Dorvinioni királyság, vagy völgy, vagy mi a feneinek hívják őket. Ők úgymond a borról híresek. És a lova, a paladin is ugye Vintnarkort, vagy mi a bánat a neve. Vintner Court. Annyi az egész ugye, hogy ez a lovasság inkább közelharcban erős. A probléma az, hogy a lovasság inkább rohamozásban kéne legyen erős, nem közelharcban. Így ez az egység 7-es rohamozással nem olyan erős, de közelharcban erősek. Védekező képesség 6, ami egy lovas egységnek egész jó. A támadó ereje pedig tapasztalat nélkül 13. Thank you.
Jó lenne őket bekeríteni. Ez is faján néz ki, amúgy Dorvinionnak vannak nagyon jó egységeik. Hát szegény paladinok csúnyán alul maradnak a lándzsások ellen, de hát ez nem meglepő. Inkább amúgy a Dorvinioniaknak inkább szebben néznek ki az egységeik, de nem valami erősek a harcban. De a felszerelésük az nagyon szép. Mondjuk az egy egység, ami még ugye nagyon veszélyes, az a számszerű jász. Amúgy, ha minden igaz, azért vannak ugye lilában, vagy ugye, ja, inkább ilyen lila színű köpenyeik vannak, meg ruháik, mert ha minden igaz, ugye a lila az inkább úgymond a gazdagságot szimbolizálta, ugye például a római időkben. És gondolom azért vannak az egységeik ilyen lila színben, mert úgymond a dorvinioniak nagyon gazdagok. És gondolom ezért kapták ugye a módkészítőktől ezt a színt. Mert valójában nagyon-nagyon gazdagok. Nagyon jó területeik vannak, gazdag területeik vannak. És nagyon komoly gazdaságot tudnak építeni. Bár jó lenne őket bekeríteni. De lehet, hogy nagyon gazdagok, de a harcban elég gyengék. Ám bár a paladinok azok még mindig kitartanak. Mi a fene? Ám bár nagyjából ennyi volt. Várjunk, hol a hadvezér? Fogalmam nincs. Hát a játék azt mondja, hogy itt van. Meghalt. Without him, his troops will behold how our cowardly foe runs. It's time to press the odd by the victory. 258 katonát veszítettem, az tűrhető. Mondjuk Dorvinionnak vannak jó egységék, ugye főleg a paladinok, azok nagyon jó lovasok. Meg gyalogság terén is egész jók, de a legjobbak szerintem a paladinok és a számszerijászaik. Főleg a számszerijász megtoldva például pikásokkal, vagy valami halbedier egységgel. Rendben, amúgy legyen még egy körváltás. El kell foglaljam Buzrakült, Dain csarnokát, az itt lévő lázadókat le kell győzni. Viszlát. Van még egy csapat. Hűha. Like the wind, sire.
Lassan meg lesz az átképzés. Itt szintén. Én még képezek néhány egységet. Na jó, legyen még egy körváltás. Lehet, hogy Dol Guldurnál megtámadnak, de nem számít. Vagy nem. És Tranduil csarnokát elfoglalták. Mármint gondolom a izék. Mármint ugye a lázadóknak mondja úgymond az elfoglalást. A legjobb az egészben, hogy a... az erdőtündéket ugye... akik valójában most semmisültek meg. Az elfoglalt területeken egyből tudom majd képezni a saját katonáimat. Mert ugye tünde területek. Yes, my lord. Elves, for the light! Come on! Elves. Yes, my lord. Elves. My lord. I will defend my people. Yes, my lord. Swiftly, for the onward! Oh, Mia! Oh! Wow! A chumo Sons of the Fallen. És annál több Dragon Slayers fejlesztett fegyverzet és páncélzat. Basszus AI, mióta képező ilyen egységeket? Nem már. Yes, my lord. Hűha. For the light. Advance. We must defend these lands. Meg lett még egy terület. For the light. Yes, my lord. Elven warriors, swiftly. Elves. My lord. Come on. My lord. Onward. Ezeket át kell képeznem. By the light of Elbereth, scatter them. Our lands will be safe once more. Enter it. Okay. Dain csarnokát biztos vagyok benne, hogy meg fogják támadni, és szerintem vissza tudom majd verni őket. Follow me. Scout the area. Elven warriors. Swiftly. By the light of Elbereth. I'll rip off your head and... Onward! Ezek miért vannak itt amúgy ott? Miért jött ez ide? I'm only here to fight the Yggdrasil. Na mindegy. Yes, my lord. Elves! Come on! Yes, my lord. There they are! Put them down! Kell nekem Karas Galadon? Oh, hello. Yes, my lord. This is the way. Come on. Yes, my lord. This is the way. Scout the area. Ready, elves. For the light. Onward. Ah, Dol Guldur nem folytatják a támadást, aha. Azt hittem folytatják. Stay in the trees. Elven warriors. Onward. You are ruined. Come on. My lord. For the light. Reinforcements. Elves. My lord. Elves. There's the target. Our land. Ah! Okay, kis csapatnak annyi. We've defeated their wretched armies. Let us settle matters on the field of battle. Okay. Ja igen. My lord. Elves, advance. Jó. My lord. Swiftly.
Not possible. There they are. Destroy it. Keep them off. Elves, advance. Mi a franc? Elfogadja a támadást. De ez hülye? Meg vannak húzatva? For the light. Come on. Elven warrior. Onward. This is the way. For the light. Conceal elves. Oké. My lord. Kalenhardban is van néhány csapatom. Oké, képezzünk még néhány egységet, mert hát valahogy a katonákból sosem elég. Vagyis hát valójában soha semmiből se elég. A szituációtól függ mondjuk a dolog. Vagy inkább helyzettől. Ó, van Knights of the Winter Court. Aha, szóval ezek ugye olyanok, mint a paladinok, csak gyalogosan. És van Dorvinion Armsman. 16-os támaderő, 15-ös alapból, mert ugye van két tapasztalatuk. Oké, ez egész jó sereg, és még van egy katapult is, mondjuk az annyira nem vészes. Ha minden igaz, akkor ugye én ki akartam támadni és területet foglalni, ami valahol itt van, de szerintem itt rengeteg csapatuk van, ugye Dorvinionnak, és inkább védekezzek kell ellenük. Szerintem az észszerűbb lenne. Védekezem ellenük, beaprítom a csapatokat, és utána könnyebb. Utána könnyebb lesz legyőzni őket. Mert ugye egy-egy helyen védekezek, legtöbb helyen, vagy más helyeken ugye pedig támadok. Ez itt még két kör. Várom, hogy át tudjam képezni ezt a csapat íjászt, és akkor lehet menni tovább. Hat kör meg lesz Khazad-dûm, mindkét fele. Ó, még tudok Smiths of Eregiont, király. Miért nem építkezem ezeken a területeken? My lord. Elven warriors. Elven warriors. Yes, my lord. My lord. Elven warriors. Yes, my lord. Igen, ezt még jó lenne visszafoglalni. Na jó, ember, akkor kb. Ennyi lett volna, és a következő részben leginkább a törpök ellen kell majd sokat harcoljak, meg Dorvinion ellen. Utána pedig, a Daliani királyság ellen. Ja. Jó, ember, kb. Ennyi lett volna. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!